I think the development is fantastic. When I came first time, it was a program centered in Szeged, you know, with students coming from different parts of Hungary. But meanwhile, the program has developed into two branches, you know, and actually one of these branches aims at revolutionizing science education in all of Hungary. A mostani rendezvény, a tavaszi, az elsősorban a tizedikeseknek szól, méghozzá azért, hogy megmutassuk nekik, hogy ez a program mit jelent a gimnáziumi szinten, és hogy akit érdekel a tudomány, lépjen be, mert nagyon sok mindent meg tud nálunk tanulni. Az őszi rendezvény az már főként a 12-eseknek, a végzős diákoknak szól, akinek azt mutatjuk meg, hogy bizony az egyetemen ez a program tud tovább folytatódni, hiszen a programnak a legnagyobb célkitűzése a hidak építése a gimnázium, egyetemek posztgraduális képzések között. The last Sunday in February saw the arrival of Professor Ervin Neher and high school students from all over Hungary. Szeged Scientists Academy grantees also started to gather for the first event that afternoon. There are currently more than 30 Szeged Scientists Academy students. These are University of Szeged students who received an opportunity to train to become researchers in inspiring laboratory environments formed by both Hungarian and international mentors. The grantees who took part in the discussion all agreed that Professor Neher was extremely open and that the conversation was almost familial in tone. Teljesen olyan, mint a, nem tudom, annó, mikor nagyapám leült velem, és már mondta, hogy ő annó miket dolgozott és miket csinált. Ugyanazt az átérést látom, meg ugyanazt a szeretet, ahogy tényleg így nagypapa-unoka kapcsolatban, mint itt, ahogy a Nobel-díjasok tényleg érdeklődnek a felől, hogy milyen területeken dolgozunk, hogy képzeljük el a jövőnket, és milyen aggályaink vannak esetleg azzal kapcsolatban. Well, it's very nice and interesting too. See all the students, to talk to them, to first answer their questions, scientific questions, you know, which shows that they are really interested in the subject. The other thing is that, of course, some of them are a little bit skeptical. They are not sure, do they really want to go into science, what it involves, what kind of sacrifices you they have to make to do science, you know. Óta vagyunk benne a Szegedi Tudós Akadémiának a programjában. A mi intézményünk egy központi helyet foglal el az intézmények között. Vannak labortanáraink, akik jelenleg is tehát kísérleteznek a diákokkal és fogadják az ország különböző tájairól érkező gyermekeket. Magának az intézményben tanuló diákjaink számára pedig olyan értelemben jelent plusz lehetőséget, hogy részt vehetnek ebbe a programban, találkozhatnak élőben Nobel-díjas tudósokkal. Hajrá! The Nobel laureate who visited these young people did more than merely watch them doing research. He also joined in the process, which both surprised and delighted the students. I would like to introduce you Professor Neher, who is our special guest for today. And he arrived here to visit this lab session. Please ask him questions. And tell him, what are you doing now? Radnóti Miklós Grammar School, which is hosting the lab practice now, has, from the very beginning, shown great support for the multi-generational Nurturing Excellence program operated by the Szeged Scientists Academy. It is therefore no exaggeration that more Nobel laureates have visited this school than any other in Hungary. Yeah, Szeged. And what happens? What does the amylase do?
kémia tanárunk ajánlott a felelki egyébként bioszakos is, és ő egy ilyen vezetőtagja ennek a programnak. Miért hasznos? Hát jövőben mondjuk, aki úgy orvosira szeretne menni, annak így segíthet felkészülni és megismerni ennek az egész világával. The main goal of the meeting of Nobel laureates and talented students is for participants to learn about the structure of the Szeged Scientists Academy, the opportunities the academy provides, and possible directions for development. The high point of this block was Professor Neher's lecture on the X-Lab, an experimental laboratory founded by his wife, Eva Maria Neher, which has offered a chance for numerous young people to gain insights into the life of a researcher. Ennek az X-laboratóriumnak a lényege, hogy a diákok már középiskolásként betekintést nyerhessenek, hogyan dolgozik egy kutató. Így tulajdonképpen ez a szegedi modellhez hasonlítható. A különbség talán az, hogy ott elsősorban rövidebb projektekben gondolkoznak. Személyes tapasztalatomat illetve én anatómia, neurobiológia és immunológia kurzusokon vettem részt. A new prize was awarded this afternoon. This was the first time a high school student had been presented with this prize for outstanding research work. Gergő Bitai, a student at Radnóti Miklós Grammar School, also demonstrated his findings to the others. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy megkaptam ezt a díjat. Hát a farmakológia és farmakoterápia intézetben már kicsit több mint két éve kutatok, és nagyon jó az atmoszféra és nagyon jó a kutatói élet, amennyire beláttam, belevontak engem is, és hát emiatt a kutatás miatt kaptam elsősorban. The most awaited talk was certainly the one given by Professor Neher. The high school students attended a lecture to prepare them for his talk. Azért egy Nobel-díjas előadáshoz előkészülni egy kicsit specifikusabb, tehát jobban kell koncentrálni arra a témára, ami egy kicsit túlhaladja, meghaladja a középiskolai tananyagot, tehát specifikusan az ő témájához kapcsolódó alapfogalmakat néztük meg. Professor Neher's talk on brain signals was visually amazing. He used animation to demonstrate how impulses move from one cell to another, that is, how ion channels work, how they can be measured, and what it can all be used for. The main questions that followed the lecture showed how inspired the young people were, particularly because they were listening to a Nobel Prize-winning scientist. The spring event features a gala organized to present the Szentgyörgyi Talent Prize, where a folk dance performance has now become a fine tradition. The choreographies covered the Carpathian Basin region, with Hungarian dances from the northern Great Plain, Romanian dances from the town of Arad, Transylvanian dances from the town of Kolotoszeg and the Gyergyó Basin, and Romani dances from the Maros River region. The Talent Prize recognizes individual scientific achievement, and, as with Albert Szentgyörgyi's discovery, the results must originate in Szeged. In 2019, it was bioinformatician Péter Horváth who received this recognition for a study on intelligent, image-based in-situ single-cell isolation, which he co-authored and which was published in the highly prestigious journal Nature Communications. Through this prize, the foundation also wishes to send a message to young people. There is a purpose to all the effort they invest. A talent az nagyon fontos, tehát az, hogy tényleg tehetségesek legyünk, de talán a legfontosabb, amit én gondolok, a kemény munka, és ezt mindig is hangsúlyozom, hogy azzal lehet előre jutni a legjobban, hogyha ezt a tehetséget, ezt kemény munkával kombináljuk. So basically we have automated the patch clamping, and this is a screen capture which shows how it works and how easy it is to use it. The day after the award ceremony, Professor Neher also visited the group. He was interested in Dr. Horvat's research, in part because it is related in many ways to his own work on ion channels. His short visit was therefore more than a matter of protocol. He also offered the research a great deal of sound advice.
Everyone enjoyed the opportunity to talk to everyone else on the last day. Young people taught young people at Szeged's IH Event Center. Mi az iskolában pont most ilyen neurobiológiával kapcsolatos információkat tanultunk, és ezt próbáltuk egy kicsit átadni a többieknek, valamint a tegnap elhangzott előadással kapcsolatos kérdésekre esetleg, ha tudunk válaszolni, akkor abban. És mennyire voltak aktívak a többiek, mennyire tettek fel jó kérdéseket? Aktívak voltak nagyon, meg sokat segítettek, sokat kérdeztek, szóval így könnyű volt velük beszélgetni végig. Vesicles undergoes at least two stages before they fuse. Ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen nagy ember mellett, hogy nagy embertől kérdezhettem is, hogy egyáltalán itt mellettem ült tőlem kevesebb, mint egy méterre. És igazából izgalmas volt, hogy ugye angolul kellett kérdezni, de az volt a legjobb, hogy egy olyan embertől kérdezhetem ilyen dolgokat, aki tényleg ezzel foglalkozik több éve. While these young people shared ideas at the IH Event Center, their teachers gathered at the Novotel Hotel just across the street. Their role is key in discovering these talented young people and in steering them toward the Szeged Scientists Academy. A szenyőri vezetőtanárok azok területi központokat működtetnek. 12 ilyen központtal lefedjük Magyarországot, Pécstől Miskolcig, Kaposvártól Debrecenig, és a területi központokba mehetnek a biológiai iránt érdeklődő diákok gyakorlatokat, laborgyakorlatokat végrehajtani, előadásokat meghallgatni. Mindannyiunkat vezetőtanárokat érdekel, hogy például a meghirdetett programokra van-e különbség egy gyakorlat vagy egy elméleti előadás között, vagy mi az, amire lenne igény? Olyan műszereket láttunk, hogy hát csak úgy csendben mondom, hogy csorgott a nyálam, hogy úristen, hát nekünk ilyen soha nem lesz. És a gyerekek is tátott szájjal nézték, és nagyon érdeklődőek voltak, és nagyon feldobta őket ez a lehetőség. Az első alkalommal, mikor voltam, három elvakult kémiást hoztam, tizedikest. Na most ebből kettő állt át. Ott vannak nálam a biológia faktor 11-ben. In addition to a discussion about the advantages of the Szeged Scientists Academy's multi-generational program, the meeting also covered the potential of the internet to develop the program further. The Szeged Scientists Academy has demonstrated its central role in the city, the region, and the country in educating the next generation of scientists. Its success has prompted a pledge of annual support of 30 million forints over 5 years from the Szeged city government, in addition to the current funding from the government of Hungary and from the university. This pledge was announced at a press conference held at the Szeged town hall that closed the meeting. Mi abban bízunk az alapítvány céljait közösen értékelve, hogy a hosszú távú cél az lehet, hogy Szeged újabb Nobel-díjas tudóssal gazdagítsa a magyar tudós társadalmat. Ez a program a kiválóságról szól, hogy néhány kiváló fiatal tudós már nagyon sokat tud lendíteni, én szerintem, a szegedi tudományos életminőségén. As Professor Nair said at the opening of this film, a local initiative has expanded in just 6 years into a national network, one which has the potential to affect fundamental change in science teaching and in nurturing excellence among young people in Hungary. This potential has clearly been in evidence during the 3 days of this event.